Sziasztok! Ez itt az Atanor. A mai műsorunkban a teozófia lesz a téma. A teozófusokról fogunk beszélni. Meghívott vendégem Nagyidai Adrien, a Magyar Teozófiai Társulat elnöke. Üdvözlöm a stúdióban Nagyidai Adrient, a Magyar Teozófiai Társulat elnökét. Adrien, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon örülök, hogy beszélhetek a teozófiáról. Adrián, meséljen először önmagáról, hogy civilben mivel foglalkozott és foglalkozik, és elsőként hogyan került kapcsolatba a teozófiával? Tanárként végeztem, illetve másoddiplomásként HR szakon. Uh -huh. És az életem három évtizedében mindig emberekkel foglalkoztam, tehát felnőttekkel foglalkoztam, ö, oktatással, személyügyjel, munkaügyekkel, nagy cégeknél. És több száz emberrel. Uh -huh. Aztán, hát valójában 21 évvel ezelőtt lettem a társulatnak a tagja, és hát, mint mindenki, nagyon érdekes módon érkezik meg a társulathoz. Tehát mindenkinek van egy története, hogy hogyan jön oda a társulathoz. Az én történetem röviden az, hogy Segíteni akartam, segíteni szerettem volna egy nagyon beteg barátomnak, aki Londonban élt. És hazamentem, meditálni kezdtem, és nagyon mélyre sikerült mennem abban a meditációban, és egyszer csak hirtelen egy olyan világ tárult fel előttem, amivel én korábban soha nem találkoztam. Öh, a szeretetnek egy akkora leáradását éreztem meg, amit így a hétköznapi ember soha nem, hétköznapi uh -huh. emberi életben nem ismerünk meg, bármennyire nagy ez a szeretet egymás között, a családban, bárhol. És ez egy olyan élmény maradt meg a számomra, ami utána tovább vitt az utamon. És természetesen ez, ez egy nagy betegséggel is járt a részemről, hiszen utána egy 180 fokos fordulatot ö, hozott az életem, és ö, utána fordultam a teozófia felé. Kijöttem ebből a betegségből, uh -huh. mert ugye minden betegségnek van valamilyen oka, meg célja, és ö, ahogy kijöttem a betegségből, akkor kezdtem el keresni, hogy mi volt ez az ok, hogyan kerültem én ide, vajon miért kerültem ide, és valójában uh -huh. akkor ö, kerültem erre az útra. Uh -huh. A forgatás előtt beszélgettünk, hogy már korábban találkozott teozófusoknak a festményeivel a Kelet-Ázsai Múzeumban volt, ugye ez a Nikolaj Rérik nevű orosz világutazó, felfedező festő író Erről tudna esetleg mesélni, illetve hogy akkor tudta-e, hogy ez a festő, akinek a képei nagyon megérintették, teozófus is volt? egyetemi előkészítőre jártam a Benzur utcába, hát ez nem ma volt, és az előkészítőről hazafelé menet, bementem ebbe a múzeumba megnézni. És lenyűgözve álltam a hatalmas, csodálatos színkavalkád és festmények láttán, akkor hallottam először Erichnek a nevét, és hát utána én nem tudtam, hogy ő teozófus, tehát 18 éves koromban nem is hallottam a teozófiáról, tehát ez uh -huh. nem egy olyan korszak volt. És utána tudtam meg jóval később, hogy Rerich valójában egy nagyon nagy formátumú teozófus egyéniség volt, aki ugye Indiát, illetve Tibetet keresve sambalát. Uh -huh. Végigjárt nagyon komoly utakat keleten, ami engem rendkívül megfogott, az a határtalan bátorság, amivel feleségével együtt járta ezeket az utakat, hiszen akkoriban, száz évvel ezelőtt rablók jártak azon a környéken, az ő karaványukat ki, ki akarták fosztani, uh -huh. és Helena Rih a feleség, aki egyébként a titkos tanítást orosz nyelvre fordította le, tehát egy ugyanolyan nagy formátumú tehozófus egyéniség volt, mint Rerich. Ő, ő előkapta a kardját, és bátran oda a támadók közé. Rerichet pedig azért is nagyon nagyra tartom, mert abban a fantasztikus hidegben, ami ott volt, illetőleg abban a hőségben ami, ami ott volt, elővette a festőállványát, és festette ezeket a csodálatosnál csodálatosabb képeket, amiket hát interneten meg lehet találni. Ez így igaz, nekem Rérik az egyik kedvenc teozókusom, itt van az egyik kötete. Jártam New Yorkban a Rérik Múzeumban, és hát nagyon nagy élmény volt élőben látni a, a munkáit, és amit én nem tudtam, hogy nagyon termékeny író is volt, és például a napló, nagyon nagy napló ö, író is volt, sok könyve elérhető angol nyelven. Ez az egyik, amit a, a múzeumban szereztem meg. Ez menheten északi része 107. utcán van csak ajánlani tudom. Szóval rérik egy olyan szerző, majd fogunk még más teozófusokról is beszélni, de akivel, akit érdemes olvasni és, és, és megnézni a képeit, úgy gondolom. Igen. Egy nagyon izgalmas és e, e, személyiség, aki, aki a korszak nagy embereit ismerte, tehát barátságban volt George Bernard Shaw-val, ismerte Tolstoyt, Roosevelt amerikai elnököt, és egyébként Nobel békedíjra is jelölték. Így van. Feleségével együtt az Agni a megalapítója, és Amerikában ugye, tudtommal most is van még egy ilyen jelenlegű szervezet, akik az Agni Jógával foglalkoznak. Beszéljünk most szerintem, mert elképzelhető, hogy vannak, akik még soha nem találkoztak ezzel a kifejezéssel, hogy teozófia, vagy hogy vannak teozófusok, hogy ezt tulajdonképpen a teozófia az hogy lehetne definiálni? Hát a szó összetétel, hogy a teoszófia isteni bölcsesség, vagy ősi bölcsességnek nevezhetnénk. Valójában a neoplatonikusok használták először ezt a kifejezést, illetve amikor megalakították Blavatskyni és Olkot megalakította a teozófiai társulatot, akkor egy nevet kellett találni ennek a társulatnak, és van egy olyan hagyomány, hogy felütötték valahol a szótárt, és hát ott nyílt ki pont, uh -huh. pontosan. Tehát lényeg az, hogy az ősi bölcsességet uh, jelenti a teoszófia. Uh -huh. A Blavat, mondhatjuk, hogy Blavatski volt ennek a Hagyománynak az első tanítója, vagy ennek az összegyűjtője? Mi volt Belawaczkinak a jelentősége a teozófián belül, vagy ennek az irányzaton belül? Hát ugyanolyan szerepe volt, mint a korábbi ö, nagyoknak, a korábbi mestereknek, uh -huh. vagy a korábbi ö, olyan bölcsességet hordozóknak, akik ö, ezt a Bölcsességet elhozták a keletről a nyugati világ számára. Blavatskin ezt tette meg, hogy a kelet bölcsességét elhozta a maga idején ugye a 19. század végén a, a nyugati kultúrába. Uh -huh. És hát ő volt valójában ennek az irányzatnak a, a megalapítója. A mesterek, mert ugye két mester áll a Teozófiai társulat ö, mögött, ö, Kutumi mester és Moria mester, és ö, ők korábban tettek kísérletet arra, hogy valaki mást ö, is ö, erre a szerepre megbízzanak, uh -huh. foglalkoztak is vele, AP színének hívják ezt az illetőt, de aztán végül is Blavatskyné lett az. Aki ennek a szerepnek a legjobban megfelelt, ennek uh -huh. a feladatnak a legjobban megfelelt. Ez az AP színén nevű úriember az, aki a Ezoterikus Buddhizmus című kötetet megentett, és maga is teozófus volt. Így van, pontosan. De akit nem láttak alkalmasnak erre a feladatra, és így esett Balackira a választás, aki, aki ezt vállalta, ezt a így közvetítői van. szerepet. Így van. Viszont nagyon sokan olvasták az Ezoterikus Buddhizmus című könyvet. Például a Teozófiai Társulatból Ledbiter, uh -huh. aki ennek a könyvnek a kapcsán került kapcsolatba a Teozófiával, illetve úgy tudom, hogy a magyarok közül is uh -huh. volt olyan, aki, aki találkozott ezzel a könyvvel már uh -huh. akkor, és a Teozófiai Társulat tagja lett. Maga a Nemzetközi Teozófiai Társulat, amikor megalapult, milyen célkitűzéseket? tűzött ki önmaga felé, szóval, hogy milyen, mi volt ennek a szervezetnek a küldetése, ha lehet így fogalmazni. Ez a küldetés most is ugyanaz, mint amit akkor megfogalmaztak. Az első és a legfontosabb a három célkitűzés közül. Az első, hogy megalkotni a testvériségnek egy magvát, tehát valójában, ahhoz, hogy valaki belépjen a teozófiai társulatba, a három célkitűzésből ezt az elsőt, a testvériséget kell elfogadnia és képviselnie. A második célkitűzés, hogy a vallásoknak, a bölcseleteknek, a filozófiáknak az összehasonlító elemzését végezzék, ezzel foglalkozzanak. A harmadik pedig, hogy kutassák azokat a még fel nem tárt erőket, amik az emberben benne vannak. Uh -huh. Ez a három fő, ki, fő célkitűzésünk van. Van egy nagyon érdekes, egyrészt jelszava vagy mottója a teozófusoknak, illetve egy jelképe, ami az egész mozgalom vagy szellemi irányzatnak a, a jelképébé vált. Melyek ezek a jelképek, ami egy, egy jelképek együttese valójában, és, és mi ez a motto, amiről szó van? Hát, ha megnézzük ezt a meglehetősen sok szimbólumot tartalmazó jelképrendszert, akkor ott középen ott találjuk az egyiptomi kultúrából való jelképet, ami valójában tartalmaz egy füles keresztet, uh -huh. tehát lefelé irányuló részen egy. Ez az anyagot szimbolizálja, hogy uh -huh. az a lefelé irányuló keresztrész, és fölül pedig egy kör van, ez pedig a szellem jelkép, jelképe. Tehát az anyag és a szellem. Ez az egyiptomi uh -huh. kultúrából jött ide, ebbe a komplex jelkébe. Aztán itt találjuk benne ezt a felülről lefelé és lentről fölfelé mutató háromszöget. Uh -huh. Ennek a háromszögnek a színe, Más, az egyik ugye sötét, fekete, a másik pedig fehér, az azaz világos. Elő, egyébként ezt a két erőt, tehát a sötét és a világos erőknek a, az összhangját vagy <laughs> együttműködését is uh, erre is utal, uh, vagy a két erőnek a párharcára uh -huh. is utal valójában ez a szimbólum. De ez is egy uh, olyan szimbólum, ami sok kultúrában megjelenik. Illetőleg a, a, a fenti háromszög lefelé irányuló háromszög a szellemnek az anyagba való uh -huh. áramlását, és a lenti háromszög fölfelé mutató háromszög pedig az anyagnak a, az átszellem miesítését jelképezi. Uh -huh. Aztán mondanám még a következő szimbólumot, ez a szvasztika. Ugye a szvasztikánál nem mindegy, hogy jobbra fordul vagy balra fordul a szvasztika. Mi ugye azt az óramutató járásával azonosan uh -huh. forgó szvasztikát használjuk, ami ugye egy, egy tüzes kereszt valójában a, a szvasztika, és a, a tüzes kereszt, ha jobbra fordul, az mindig az építő erőket jelenti. Ha balra fordul az óramutatóval ellentétes irányba, akkor az a pusztító erőket jelenti. Aztán itt van, ami körbefogja, uh -huh. ez a farkába harapó kígyó. A farkába harapó kígyó is egy, egy, egy nagyon komplex szimbólum, itt csak tényleg két mondatban szeretném összefoglalni, hogy ugye ez a teljességet, a, az univerzumot, a, 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 a végtelenséget és az örök, örök uh -huh. valóságot jelenti, az örökké valóságot hogy nincsen eleje meg vége hanem a ö, ugye ez a, én vagyok az omega és az alfa tehát uh -huh. a, a, az eleje és a vége a, 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 a az omega és az alfa uh -huh. illetőleg hát az örök valóban belül ott van az univerzumnak a a teljessége tehát uh -huh. a, a farkába harapó kígyó a belső körön belül ott tartalmazza az univerzumnak a teljességét és akkor körben ö, van, még mielőtt ezt elmondanám. Igen. Ugye a tetején még ö, ott találjuk az ómot. A szanszkrit, így van a szanszkrit. Így van a szanszkrit om, omot, uh -huh. ugye, ami a legmagasabb, a legfelsőbb hang, a teremtésnek a hangja, és hát talán nem hagytam ki mást. Ö, körben, ugye ott van a, a jelszó, ami a teozófiai Társulatnak is a jelszava, hogy nincs magasztossabb. Ö, Dolog a bölcsességnél uh -huh. nincs nincs magasztosabb. Igen, az igazságnál. Az igazságnál, igen, az igazságnál, igen, igen. és nem magánál az igazságnál, hanem az igazság keresésénél. Uh -huh. Tehát, hogy valójában a lényege az, hogy keressük az igazságot. Uh -huh. Beszéltünk Blavackiról és Olkotról, aki, akik alapítói voltak a, a Nemzetközi Teozófé Társulatnak. E, ebben az időszakban, a kezdeti időszakban milyen híres személyiségeket lehetne mondani a világból, akik csatlakoztak teozófusok, teozófél a tagjai lettek, vagy foglalkoztak a teozófusoknak a tanaival ebből a századfordulós időszakból. Nem tudom, hogy voltak-e ilyenek. Hát természetesen voltak ilyenek, és uh, olvashat, olvashatják a honlapunkon is, hogy, uh, hogy uh, Edison például a társulatnak a, a tagja volt, aztán a társulat tagja, nem volt a társulat tagja, de hogy a titkos tanítás például ott volt az asztalán uh -huh. olyan szóval... embereknek, akik ebből meríteni tudtak. Úgyhogy. Szóval hogy ebben az időszakban én azt, azt olvastam, hogy a századforduló időszakában a teozófián keresztül sokan elsőként értesültek a kelet bölcsességéről. Van. A Annak az időszaknak a művészei, a tudósai, a teozófia az, az egy, az egy olyan, olyan fősodorbeli dolog volt akkoriban, ami Amin keresztül beáramlottak a, a keleti tanítások elsőként Európába és, és az Egyesült Államokba is. Tehát, hogy nagyon, nagyon nagy hatást gyakorolt számos, számos személyre. A Blavackinak a mesteréről beszéltünk, beszélt ön a Kutumiról, illetve a Mória mesterről, de Blavackitól értesülünk arról, névszerint szerint nem említve, hogy volt egy magyar mester is. Ugye ez, ez egy nagyon titokzatos dolog, hogy Blavackinak a mesteré, ugye akiről inkább csak ilyen rajzokat lehet látni, hogy most ezek valójában fizikailag is létező személyek voltak-e, vagy pedig csak ilyen médiumi szinten kapta az üzeneteket Blavacki, de hogy erről a magyar mesterről mit tudunk? Hát ez egy elég érdekes kérdés. Mert Blavatskini, én úgy tudom, hogy úgy nyilatkozott, hogy, hogy neki a magyar mester nem volt a tanítója. Uh -huh. Hanem a két mester, kutumi és moria volt. Viszont valójában a, igazán a teozófiai hagyományban benne van. Ez uh -huh. a magyar mester. Két szálat említenék, az egyik egy, egy érdekes szál,. Ugye a másik alapító uh, Olkott volt, uh -huh. és uh, Olkott azt mondja, hogy uh, neki valójában egy magyar mestere volt, uh -huh. uh, de ez a magyar mester nem azonos Szent Zsermennel, uh -huh. uh, hanem még a korai években Amerikában egy uh, magyar uh, mester tanította Olkottot, és uh, ebből látszik, hogy ö, valójában már az 1880-as évek Amerikájában is volt valaki olyan, általában ugye a, a, a nevüket nem igazán ö, tudjuk megmondani, de kutatások szerint, uh -huh. ö, tehát rá lehet valójában találni, vagy rá lehet jönni, hogy ki volt az, egy Agárdi Endre nevű magyar férfiről van szó. Nem tudok róla többet, de ezt a múlt században, tehát az 1930-as években ott a diárban, a társulat központjában kutatták és értesítették a magyarokat, hogy volt egy ilyen magyar mester. A másik verzió pedig, amit elmondanék, olvasható a honlapunkon David Pretnek a tanulmánya. Ő egy ma élő teozófus, és mindent olyan nagyítóval néz meg, és nagyon uh -huh. komoly kutatást végez különféle témákban. Így például Szent Zsermen témájában is uh -huh. készített egy írást, és egy, egy hatalmas kutatást. És ő kutatta ki azt, hogy tényleg így volt, hogy Szent Zsermen állítólag egyszer azt mondta, hogy, hogy az ő igazi hazája, ugye. Magyarországon van, és a Rákóci nemzetséghez uh -huh. van kapcsolata. És ez a David Pratt elkezdte kutatni, és ugye, mint teozófus, mindent, én a magam részéről, mint teozófus, mindent azért fenntartással fogadok. Tehát ez is az egyik lényege véleményem szerint a teozófiának, hogy minden információt, ami, amit uh -huh. kapunk, azt nem ne nyeljük be úgy, mint kacsanokerlit. És ezt szoktam mondani uh -huh. a taktársaimnak is, hogy bármilyen channeling, vagy akármi uh, érkezik, vagy olvas egy információt, az az adott embernek a szemüvegén keresztül érkezik el hozzá, uh -huh. és mindig próbálja mérlegelni, hiszen a megkülönböztető képesség az úton, az ösvényen az egyik legfontosabb uh, dolog, hogy annak próbáljuk kialakítani a meg, tehát próbáljuk kialakítani a megkülönböztető képességet magunkban, hogy el tudjuk dönteni legalábbis, uh -huh. hogy, hogy ez igaz vagy vagy nem igaz, hamis vagy vagy nem hamis, vagy álhír vagy nem álhír. Erre most nagyon nagyon jó alkalom nyílik egyébként a világban. Uh -huh. Tehát lényeg az, hogy hogy Szent Zsermen személyét kutatva David Pratt egy olyan következtetésre jutott, hogy elképzelhető, hogy Rákóczi Ferencnek egy gyermeke volt uh -huh. Szent Zsermen, tehát fia volt, méghozzá nagyon komoly körökben született gyermeke, és a tudtommal a mediciek nevelték őt föl. És ez a titokzatos alak, aki meghatározta valójában szinte a 17. század, 18. század Nyugat-Európájának a történelmét Szent Zsermen volt, és hát valójában ugye, tudunk sok minden külsőséget róla. Van is mm -hmm. egy előadásom, ezt ajánlom azoknak, akik, akiket esetleg érdekelne részletesebben Szent Zsermennek az alakja. Mm -hmm viszont hogy kivöltő valójában ezt pontosan azért nem lehet megtudni, mert hogy mint minden ilyen nagyon magas szintű beavatottnak a személye, a személyét homály fedi. Tehát ugye tudni, me merni, akarni és hallgatni, tehát ez az egyik legfontosabb szabály, ami az okkultizmusban létezik. Tehát Szent Zsermen, akkor, mint teózófusok számára is legendás alak jelenik meg, de az alkimisták részéről is ugye a Szent Zsermen mítosz az egy örök téma, hogy ő többször is testet öltött, vagy pedig valójában a rendelkezett a bölcsek kövével is, és egy halhatatlan személy, aki újra és újra feltűnik a történelem színpadán. Szóval hogy ő egy érdekes, róla is lehetne külön szerintem egy egy adást tölteni, hogy csak saint csak erről beszélni. Egyébként én erről az egész Rákóczi mítoszról, van egy amerikai guru vagy hát tanító, a Manly Palmer Hall, akinek Los Angelesben volt intézete, ez a Philosophical Research Institute, PRS, és neki van egy híres könyve, ami a 20. század egyik ilyen nagy összefoglaló munkája, The Secret Teachings of All Ages, az valamennyi kor összes titkos tanítása, és nála van egy ilyen része a teozófusokról, és külön erről a rákóci legendáról, ami ugye mai napig egy rejtély hogy Igen. ez így volt-e, nem így volt, ki volt ez a Rákóczi gyermek egyáltalán létezette? Az a helyzet egyébként, hogy a teozófiai társulat két komoly vezetője, ugye Anni Bezant és Ledviter, akik, uh, akik Olkott után és Blavatskini után átvették a teozófiai társulat, a nemzetközi társulatnak a vezetését. Ők azért táplálták is ezt a, a hagyományt, hiszen Ledbiter a mesterekről, amikor beszél, akkor a hetedik sugár mesterének uh -huh. nevezi meg Szent Zserment. A magyar uh -huh. mester. Uh -huh. És ha már Bezant és, és Ledbiter, tudjuk, hogy Enni Bezant több ízben is járt Magyarországon, és hozta magával azt a, hát mondhatjuk azt, hogy missionárist vagy térítői tevékenység, egy olyan tanítót, a Izabel Kuperoklit, aki a teozófia tanait terjesztette a világban, hogy erről beszéljünk egy picit, hogy híres teozófus vezetők Magyarországon, erről miket lehet tudni, és hogy kik voltak azok a magyar személyiségek, akikre, akikre nagy hatást gyakorolt, és ugye erről a, a, az akkori lapok is írtak, méghozzá nem akár, nem akár kik írtak ezekről az eseményekről. Igen, Izabel Cooper ökli alakjáról annyit mondanék el, hogy tényleg nagyon komoly munkát végzett itt 1905 körül, és uh, itt van eltemetve, tehát ő itt halt meg, és a Farkasréti temetőben van eltemetve. Uh -huh. uh, a korai teozófusok közül uh, mindenképpen megemlíteném, hát uh, sok alakot lehetne, vagy több alakot lehetne megemlíteni, Nádler Robertnek az alakját, aki az iparművészeti főiskola igazgató helyettese volt, és hosszú éveken keresztül vezette a Teozófiai Társulatot. Itt Magyarországon, és mint művész is jelentős volt, hiszen ha besétálunk a bazilikába, a bazilikában a főbejárattól jobbra lehet látni a Szent Cecília oltárt, uh -huh. azt Nárdler Robert festette. Vagy például a várkert bazárról, illetőleg a régi épületekről fantasztikus festményei vannak Nárdler Robertnek. Ö, aztán hát sok mindenkit lehetne említeni. Itt van például a társulat egyik vezetője, egy másik vezetője, Rátonyi Ákosné, aki Tolnai Klárinak volt például a, az anyósa. Uh -huh. És Tolnai Klári ö, retentő sokat tanult szemléletben ö, az anyósától, az anyukától. Ugye tudjuk, hogy Rátonyi Ákos, vagy valószínűleg, hogy ismert, hogy Rátonyi Ákos, Rátonyi nénnek a fia, egy nagyon híres filmrendező volt. Uh -huh. Később, ugye, Amerikába került. Aztán Cipernowski. Ról tudnék még beszélni, aki a társulatot anyagilag is támogatta. Sőt, Cipernovszki, ugye a Déri Bláti Cipernovszki. Igen, igen, a, a nagy feltalálók. A nagy feltalálók, és Cipernovszki 1880-ban már olvasta az ezoterikus buddhizmust, és belépett a társulatba. Uh -huh. Aztán, hát sok mindenkit lehetne még említeni, hiszen ahogy ahogy Ön is mondta, a század elején nagyon sok festőművész, uh -huh. irodalmár ebben a közegben filozófus, ebben a közegben nőtt föl, ebben az erjesztő közegben, és a saját művészetüket uh -huh. úgy alakították, hogy valahol teozófiai hagyományokra építve, teozófiai alapokra építve, teozófiai bölcseletekre építve hozták létre az alkotásaikat. Uh -huh. Cipernovszkira visszatérve, ugye beszéltük a forgatás előtt, hogy, hogy, van egy olyan gyalog túl, amit Budapesten, aminek az a címe, hogy Okkult Budapest bölcseköve az utcakövön, és mindig megszoktam állni a csoportommal a Kazinci utcában, ugye a Kazinci utca és a Király utca sarkán, ahol látható, és olvasható, én úgy olvastam, hogy az volt eredetileg a Magyar Teozófai Társulat első központja, amit, mint megtudtam, ez nem teljesen így volt. Viszont ott láthatjuk azt az eredeti ajtót, amin szerepel a teozófusoknak ez a jelkép együttese az ajtón. Szóval hogy volt ez a történet, hogy mi is volt valójában a Magyar Teozófai Társulat első székhelye, és hogy került arra az ajtóra fel ez a jelkép, hogyha ez nem volt egy központ? Valójában én is szeretném tudni, illetőleg a társulat tagjai is szeretnék tudni, hogy honnan terjedt el ez az elképzelés, hogy ott volt a társulatnak a központja. Ez most egy mitosz lett, hát hagyjuk úgy, hogy legyen mitosz. De valójában valahol a Ferenciek tere környékén valamelyik lakásban lehetett a társulatnak az első központja. Azután a társulat központja volt a múzeum a Nemzeti Múzeum háta mögött egy sarokházban uh -huh. illetve a társulat központja volt például a Déli Báb utcában uh -huh. aztán vásároltak egy épületet Budán és hát sajnos azt az épületet később el kellett adni, mert jelentősen meg volt terhelve úgy vették meg ezt az épületet, de tudtommal és tudtunkkal tehát olyan régi tagokkal is beszéltem, akik uh, még a korábbi időszakban is, uh, tehát már a korábbi időszakban is éltek, és társulati tagok voltak, és azt mondták, hogy ott soha nem volt a Kazinci utcában a társulatnak a központja. Elképzelhető, hogy, hogy egy tag valaha ott uh, lakott, és uh, készítetett az ajtóra egy ilyen uh -huh. ajtórácsot, a szvasztika azon másfelé fordult, tehát valójában sehogy nem jó rajta uh -huh. a, 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 az elemeknek a, az elhelyezése, de de most egy olyan szimbólumá vált, hogy azt mondtuk, hogy hát, ha már elpusztítandó lenne ez az épület, akkor mi szeretnénk ezt a vasrácsot azért megkapni, uh -huh. de azt el tudom még képzelni, hogy esetleg egyes előadásokat egy-egy alkalommal, vagy egy-egy fél évben tartottak, vagy egy évben tartottak ott, de rendszeresen és központilag, tehát nem, az volt a teozófiai társulat központja. Ha jól tudom, akkor 1906-ban alakult a Magyar Teozófiai Társulat, viszont hétben kapták meg a Nemzetközi Központtól az alapító levelet, tehát így idén 125 éves. 115. Bocsán, 115 éves hivatalosan a társulat. Hogy erre az évfordulóval akkor térjünk picit napjainkra, mivel készülnek, és jelenleg mi a, a társulatnak a feladatköre, mivel foglalkoznak. Készülünk a 115 éves évfordulóra, többek között egy sétával, ami mm -hmm. hasonló. Igen? lesz az ön által is végzett. Mm -hmm. Vagy végigjárt sétákhoz. Tehát próbáljuk a teozófiai társulat helyszíneit valahol lejárni, és ott egy kicsit beszélni az eseményekről, vagy a társulattal kapcsolatos történetekről. Előadásokkal is készülünk. Az egyik előadás pontosan arról fog szólni, hogy milyen hatásai voltak a teozófiának a kor szellemére. Tehát filozófusok festők, festők, művészek, írókra milyen hatással volt a teozófia. illetve hát én készülök egy olyan előadással, hogy milyen nőalakok voltak, milyen jelentős nőalakok voltak a Teozófiai Társulat életében. És itt megemlíteném például Selevér Flóra alakját, uh -huh. aki egy nagyon kritikus, egy nagyon nehéz időszakban volt hosszú ideig a társulatnak a vezetője, ez pedig ugye a második világháború, illetőleg az azt követő időszakban, uh -huh. egészen 1950-ig terjedő időszakban volt a, a társulatnak a vezetője. És hát ö, sajnos ö, lelkileg ezt, ez az időszak utána őt annyira megviselte, hogy uh -huh. ö, hogy, hogy elhunyt 1950-ben ugye a társulatnak a tevékenységét akkor be kellett szüntetni uh -huh. különféle okok, indokok alapján, hogy milyen szellemiségekkel társalog a társulat, és uh -huh. uh, tehát abszolút, hogy uh, uh, is mondjam, a, uh, ez, ezt a láthatatlan világot ugye, az a korszak az nem Igen. értékelte. Uh -huh. uh, ha már híres nőalakok és, és teozófia, Tudtommal egy magyar teozófus hölgy volt az, aki elsőként magyarra fordította a Bagavad Gítát. Így van. Így Ki, van. Kiről volt szó pontosan? Ö, Gömörüné Maróti Margit volt, uh -huh. aki lefordította. Róla mit tudunk? Ö, ő színésznő volt. A ö, korszak, tehát a, a 20. század első évtizedeiben egy nagyon ünnepelt, nagyon uh -huh. szép színésznő volt. Viszont az élete fordult, megismerkedett a teozófiával, és elkezdte fordítani a teozófiai irodalmakat, uh -huh. például a Bhagavad gitát is, amit aztán a társulat kiadott. Tett látogatást Indiában, uh -huh. beszámolt az indiai úti élményeiről, ugye ez a 30-as években volt, uh -huh. és kiadott egy könyvet róla. Hát aztán visszavonult a gömöri birtokaira, a családi birtokokra, és ott a második világháború idején, ugye a, a, az, orosz hat, a, uh -huh. az orosz háborús helyzetben elvesztve minden vagyonát, egy kicsi kis szobában összehúzódva a könyvek között, uh -huh. ott töltötte az élete utolsó éveit. Mint ahogy minden ilyen szervezetet, ami ezotériával, okkultizmussal, olyan tanokkal foglalkozott, ami a, az akkori kommunista vezetés abszolút tiltó listára tett. A Magyar Teozófiai Társulatot is betiltották 1950-ben. Mi történt utána a tagokkal? voltak egy titkos összejövetelek? Hogy tudott ez a társulat fönnmaradni, és aztán újra alakulni a rendszerváltás után? Ugye a társulatnak az elég nagy könyvtárát elkobozták, és átadták egyrészt a, a buddhista missziónak az egy részét, a másik részét tudtommal elégették. Bizonyos írások megmaradtak, és az a társulat egyes tagjainál dobozokban, ládákban vészelte át, vészelt át egy több évtizedes hosszú időszakot, uh -huh. és ebben az időszakban, ugye fel volt oszlatva a társulat, a tagok, és különösen néhányan, ugye fordítottak különféle irodalmakat és írásokat, és olyan gépet, példányok maradtak ránk, átütő papíros példányok uh -huh. maradtak ránk, tehát ők valójában dolgoztak Ránk hagyva ezeket az írásokat, és amikor mi a férjemmel a teozófiai Társulatba kerültünk, akkor elkezdtük a többi taggal együtt ezeket az írásokat felvinni, számítógépre legépelgettük, úgyhogy ami most olvasható, az az elképesztően sok irodalom, mert uh -huh. valójában szabadon, letölthető és olvasható mindenféle irodalom, sőt azok a könyveink is, amiket kiadtunk könyvformátumban. Azok is olvashatók ugyanúgy. Ez nagyon érdekes, mert a az Atanor első adásában a Szőnyi György professzor jött, és mondta, hogy most van egy új kutatási program arra, hogy a Közép-Kelet-Európának az okkult és ezoterikus mozgalmait és írásait és szerzőivel foglalkozzunk a századfordulótól napjainkig, és ez pont egy olyan időszak, ez a 40 utáni időszak, ami Magyarországon nem, igaz, nem igazán van feltárva. Tehát most csak ebből a beszélgetésből is olyan információk, ez a, ez a Tolnai-Kláris kapcsolat, ezt én nem tudtam, ugye Tolnai-Kláridó azt is tudjuk, hogy Hanvasnak a sziencia szakraját is leírta, és ő volt, aki nagy propagálója volt, ugye ez teljesen underground, tehát hogy milyen titkos szellemi mozgalmak voltak, vagy milyen titkos szellemi központok, akik ilyen témákkal foglalkoztak. Ide tartozott egyébként a Szepes Máriának, a Viktor Karonnak is az akadémia okultája, és ezek a titkos ilyen vasárnapi összejövetelek. Szóval ez szerintem egy nagyon kutatási szempontból is nem csak az önök számára, a tagjai számára, de egyébként is egy nagyon izgalmas téma, ami, ami legnagyobb részt még mai napig feltáratlan. Egy nagyon érdekes könyvet lehet olvasni Müller Péter tullából. Uh -huh. Halhatatlan szerelem című könyvet, és ebben foglalkozik Müller Péter. Ugye nagyon élvezetesen leírja a társulatnak, társulati történetnek azt a korszakát, ami zömmelai klárival kapcsolatos, és ennek kapcsán azokat az ismeretségeket, azokat a teozófus ismerettségeket. Uh -huh és kapcsolatokat, akik akkoriban uh, Tolnai Klárit, illetőleg az anyósát körbe vették, ezt tudom ajánlani. Hm. Nagyszerű, köszönjük szépen. Ma, hogyha szeretne valaki találkozni a teozófusokkal, vagy akár szeretne tag lenni, akkor ezt hol tudja megtenni? Tehát, hogy elérhetőségeket, illetve, hogy ki az, aki tag lehet? Egyáltalán hogy zajlik ez a tagfelvétel jelenleg? Hát a honlapunk a www.teozofia.hu ott mindenféle információt, telefonszámokat meg lehet találni, e-mail címeket meg lehet találni. Ha megkeresnek bennünket telefonon, akkor bármikor szívesen, akár én is, akár bármelyik tagunk szívesen elbeszélget uh -huh. a jelentkezőkkel, az érdeklődőkkel. Ilyen előfordul hétről hétre. Aztán írásban is megkereshetnek bennünket, akár e-mailben, és szívesen válaszolgatunk azokra a kérdésekre, amik esetleg a teozófiai irodalom tanulmányozása közben felmerülnek. Uh -huh. Ö, aztán, aki beszeretne lépni, szoktuk ajánlani, hogy hallgassa meg az előadásainkat, azok közül néhányat, olvasson egy-egy teozófiai irodalmat egyáltalán, hogy el tudja dönteni, hogy ez -e az ő útja. Uh -huh. mert hát ugye sokféle úton jönnek én hozzám de ugye mindegyik uh -huh. út ugyanoda vezet mindegyik út én hozzám vezet a Bhagavad gita idézve uh -huh. és a belépéshez két ajánló szükséges ugye az alapszabályunkban ez a kezdetektől fogva benne foglaltatik Két ajánló pedig olyan lehet, aki teljes jogutag a társulatban. Teljes jogutag pedig az, aki már két éve a társulatnak a tagja. Általában felszokott merülni, és amikor én beléptem a társulatba, bennem is felmerült, hogy na most akkor én honnan fogok szerezni, és honnan tudom meg azt, hogy ő ajánlhat. És mindig azt szoktam mondani, hogy hát ha már felhívott engem, és beszélgettünk, akkor bizonyára fogom, fogunk tudni ajánlani egy olyan második ajánlót, akivel uh -huh. ő elbeszélgethet. Tehát hogyha nagyon eltökélt szándékú, hogy uh -huh. a társulatba belépjen, meg fogja találni a módját annak. Az én férjem, elmesélem, hogy hogyan lépett be a társulatba. Uh -huh. Szepes Mária keresztfia, Tirnauer János volt, egy idős úr, amikor a János a férjem aki egyébként a titkos tanítást magyarra végig ő fordította le. Uh -huh. Amikor János az első előadáson volt, és a szándékát kifejezte a társulat vezetője felé, akkor mondta a társulat vezetője, hogy akkor keressen valakit, hogy, hogy, uh -huh. hogy ki lenne a másik ajánlója, és így lépett oda el Jánoshoz, aki azt mondta, hogy természetesen leszek az ajánlód. És így került társulatba. Ilyen. Aki belép a társulatba, az ö, milyen jogosultságokkal bír, szóval hogy aki tag lesz, az utána szabadon keresgélhet a könyvtárban, szóval hogy milyen, milyen jogosultságokat szerez ezzel, és milyen kötelességei lesznek egyúttal. Nagyon fontos dolog, ami most eszembe jutott, hogy a társulatunk a gondolatszabadság elvén működik, és ezt nagyon fontos elmondanom. Hogy a társulatban nincsenek elől kolomprázók, hanem közösen próbálunk bizonyos témákról beszélgetni, eszmét cserélni, uh -huh. és ott mindenki elmondhatja a saját véleményét. És nincsenek olyan dogmák, amiket megkövetelnénk. A gondolatszabadság elve, ez még Blavatskini idejében született meg, tehát egészen a kezdetektől ö, számítjuk, és ö, a gondolatszabadság deklarált elvében benne van az, hogy még magának, Blavatskinénak is a kijelentéseit meg lehet kérdőjelezni. Uh -huh. ö, és hogy milyen jogok meg kötelezettségek kötelez, vannak. Hát valójában ö, részt vehet bármilyen eseményünkön, Azért nem kell fizetnie. Uh -huh. Ő maga is kezdeményezhet bármiféle kutatást, uh -huh. előadást tarthat, akár alosztályon belül, mert a társulatnak kisebb csoportját és a hasonlóan gondolkodó vagy azonos témát kutató egyének tömörülése egy kisebb csoport, azaz az alosztály. Tehát önállóan kezdeményezhet ilyet, részt vehet ezeken a rendezvényeken, fordíthat. Például ugye a napjaink teozófiai irodalmából uh -huh. lehet fordítani, lehet kutatni bármilyen témát. Tehát például a 115 éves évfordulóra uh -huh. is egy komoly kutatást végez az egyik tagunk most. Kötelezettség. Hát van némi tagdíj, uh -huh. amit fizetni kell. Ezen kívül egy olyan fajta magatartás, amit a három alapelvben elmondtam, tehát uh -huh. az első alapelvnek, a testvériség alapelvének a betartása, ez a legfontosabb uh -huh. követelmény. Ezen kívül még elmondanám, hogy ugye három lábon áll valójában a teozófiai munkánknak, a lényege. Uh -huh. Három olyan fontos dolog, ezt a honlapunkon is lehet látni, és próbáltuk három képpel illusztrálni. Az első a tanulmányozás. Tehát a teozófiai irodalomnak a tanulmányozása, a kutatása, az igazságkeresése. Uh -huh. Ugye, ö, még azt is elmondanám, és hozzátenném, hogy bárki megtarthatja, ha vallásos, a saját vallását. Tehát ezt ö, vannak közöttünk buddhisták, vannak keresztények, vannak zsidók. Tehát uh -huh. fajra, nemre, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül uh -huh. tagja lehet bárki ennek a társulatnak. Tehát az első és legfontosabb a tanulmányozás, uh -huh. az alapos tanulmányozás. a a ö, törvényeknek, a, az alapvető törvényeknek, a, a ö, természetben ö, lejátszódó valamennyi törvénynek, gondolok itt a karma törvénye, vagy a reinkarnáció, vagy az áldozat törvényének, az uh -huh. ismerete, hogy valójában az mit uh -huh. is jelent, és a gondolkodásunkban való beépítése. Ez a lényege, és utána pedig a saját magunknak az önfejlesztése. Uh -huh. A következő nagyon fontos rész az a meditáció. A meditáció, ugye van, aki imádkozik, van, aki meditál, ez megint teljesen a saját maga választása szerint történik, de ugye ahogy halad előre a meditáció során, akkor ugye különböző dolgok egyre inkább nyilvánvalóvá válnak előtte, uh -huh. és feltárulnak előtte, és sokszor szokták kérdezni azt, vagy azt gondolják esetleg, ha valaki a társulatba beszeretne lépni, hogy na majd itt ezt vagy azt a mágiából mondjuk megtanulhat. Uh -huh. Tehát a teozofiai társulat sosem lesz, és nem is lehet a mágiának a magas iskolája ezt a Maha Csohán level levelében is lehet egyébként olvasni, és mi ehhez tartjuk magunkat. Tehát ő tanulmányozhatja, uh -huh. de nem, tehát ez az ő magánügye, hogy ő mit csinál. Uh -huh. De a meditáció például, az egyéni vagy a közös meditáció, az a tevékenységünknek egy nagyon fontos része. És a harmadik dolog pedig, ez a szolgálat. Tehát azoknak, akik mondjuk nem tudnak fordítani, önállóan cikket írni, vagy, vagy előadásokat tartani, valami más olyan dolog is lehet az életükben, amivel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a legfontosabb dolog, ami, ami egy teozófust jellemez, az altruizmus, uh -huh. az megnyilvánuljon. Ez pedig a szolgálati munkában lehet. Tehát van egy kicsi csoportunk, akik ebben a, a szolgálatban, tehát a segítő segítőszolgálatban tevékenykednek, és most például éppen a jelenlegi ukrajnai események kapcsán uh -huh. egyrészt tehát adományokat gyűjtenek, élelmiszert, gyógyszereket jutatnak el, Azokra a helyekre, ahova szükséges. Tehát van egy ilyen fizikai tevékenység oldala is. Tehát még egyszer, tanulmányozás, meditáció és tevékenység. Ez a három. Mekkora közösségről beszélünk, mondjuk összehasonlítva, vagy 1906-ban, amikor megalakult a tár társulat, akkor hány tagja volt, és ma hány tagról lehet beszélni? Nem tudom, hát, hogy konkrét számokat tud-e esetleg mondani. Az a az elején nagyságrendileg néhány száz fő volt most azt mondanám, hogy nagyon kevés a teozófiai társulat igazi tagjainak a száma Magyarországon elszórva vagyunk néhány tíz ember így uh -huh. mondanám, tehát ez viszont nem jelenti azt, hogy ne jelentene egy jelentős szellemi ö, áramlatot még ma is a teozófia, hiszen a tevékenységünket zömmel egy magasabb síkon végezzük. Tehát például a, az írások, az, tehát a szellemi munkával végezzük uh -huh. a tevékenységünket, és ö, ugye tudjuk, hogy a meditációban is, egy közös meditációban is, ott nem az egy ember, hanem uh -huh. ugye a hatványozódott... Ö, ö, szellemi erő az, ami, ami megnyilvánul. A könyvtárt ugye részben elkobozták, részben megsemmisült. Jelenleg, ugye rendszerváltást követően az önök könyvtárát, nem tudom, az indiai központból frissítették, vagy most, aki szeretne az önök könyvtárában kutatni, az hozzáférhet anélkül, hogy tag lenne, illetve hogy milyen olyan köteteket találna ott, amit egyébként mondjuk kereskedelmi forgalomban nem tudna már hozzáférni. Már hogyha erről egyáltalán lehet önnek beszélni, hogy mennyire titkos ez a, az A, a könyvtárunkat külsősök nem használhatják, tehát csak tagjaink használhatják. Régi irodalmak német nyelven és angol nyelven is találhatók ebben a könyvtárban. Illetőleg régi fényképek, dokumentumok, éppen uh -huh. a múltkoriban keresgettem én is, uh -huh. és találtam olyan régi képeket, amik majd ebben a bizonyos 115 éves programban uh -huh. benne lesznek, mert tervezünk még egy kis kiállítást is, ezt elfelejtettem mondani. Egy a régi dokumentumokból uh -huh. egy kis filmet, ami majd fel fog kerülni a honlapunkra. Üh, illetve üh, tervezük még azt is, hogy hogy az előadások mellett egy interjú fog készülni a társulatunk egyik legrégebbi tagjával, Martinovis Tamással, aki korábban a társulatnak az elnöke volt. Mm. Tehát vele egy kis film, egy interjú fog készülni. Milyen jövőbeli tervei vannak a magyar teozófusoknak? Most beszéltünk a, erről az ünnepség sorozatról, vagy ez 115 éves évfordulóról, de egyébként mondjuk a következő 3-5 évre vannak-e könyvkiadással, vagy bármi mással kapcsolatos terveik? Továbbra is folytatjuk az előadásainkat. Havonta egyszer tudunk nyilvános előadást tartani, ez az elmúlt időszakban zömmel, zoomon történt, de felkerült utána a YouTube-ra uh -huh. valamennyi előadásunk, illetőleg a régi előadásainkat, mert 15 évre visszamenőleg vannak megtartott előadásaink, azokat most újra feldolgozzuk. Ugye a régi technikával volt felvéve, hogy uh -huh. külön a hanganyag, külön a képanyag, és akkor ezt most összedolgozzuk, hogy ez is uh, megnézhető és hallgatható uh -huh. legyen. És zömmel, tehát az az érdekes, hogy amit uh, 20 évvel ezelőtt elkezdtünk papírra vetni, uh -huh. uh, most elkezdjük ezeket az anyagokat hangá feldolgozni, és hangos könyveket kezdtünk el készíteni. Az első el is készült, ez a Mesterlábainál című kis ami ugye az ifjú Murtinak a, a kicsi írása, ez hangos könyvben elkészült, és tervünk az, hogy egyrészt a kicsi könyveket, így a csendhangját, vagy a világosság az Ösvényent, vagy a Grál Misztériumot, uh -huh. szintén hangos fogjuk tenni, utána pedig a Kulcsa Teozófiához Blavatskinénak a, a művét, és a Titkos Tanítás bizonyos részeit is hangos fogjuk majd a következő években elérhetővé tenni. Nagyszerű évenni. projektek. Adrien, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon szívesen, örültem, hogy itt lehettem, és beszélgetettünk. Ez volt az Atanormai adása, továbbiakban is a filozófia, a vallás és a pszichológia határvonalán, határvidékein fogunk haladni. Ha tetszett a mai műsor, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornánkra, és kommenteljetek bátran. Jelszunk és mottunk továbbra is ugyanaz, ismerd meg te magad, Nosce Te Ipsum. Hamarosan találkozunk, addig is minden jót nektek, sziasztok! A műsorban használt hangtechnikai eszközökért. Köszönet a Hangszerplázának!